Jó estét kívánok! Fantasztikus, fergeteges buli, csapatban közösségépítő nagy összélmény. Egyéniben pedig hát egy elképesztően őrült vállalkozásnak tűnik. Ez volt az Ultra Balaton. Az elmúlt hétvégén rendezték most már sokadszor a nagy magyar tavat kerülő futóversenyt, amelynek lényege valóban a többség számára egy óriási közösségi élmény, hiszen 12-10-6-8 fős csapatok teljesítik váltóban a 220 kilométeres távot. De hát mindig vannak nagyon sokan, adott esetben akár több százan, akik azt az elképesztő vállalást tűzik ki maguk elé, hogy egyéniben teljesítik a távot, vagyis egyedül körülfutják a magyar tengert. Mondom, 220 kilométerről beszélünk, és nem néhány napos, hanem gyakorlatilag néhány órás vállalásról, mert hogy aki elindul, az néhány órán, mondjuk, hogy egy napon belül, de valakinek ez tényleg ennél jóval rövidebb idő alatt sikerülni szokott. Hát vendégünk van a stúdióban, két olyan fiatalember, akik most részben egyéniben, részben pedig párban, tehát szintén óriási feladatot vállalva teljesítették a távot, és székesfehérváriként igen büszkék lehetünk rá, hogy ők a Fehérvári Futótűz Sportegyesület tényleg futótűzként a Balaton körül-körbe szaladó hőseit. Van velünk Vizer Dániel, illetve Sós Péter, köszöntelek titeket. Nem először, nem utoljára, és nyilván nem is egyszer az életetekben vállalkoztatok ilyen dologra. Az első kérdés, hogy szembesültök vele, amikor azzal azt a véleményt halljátok, hogy ez egy őrültség. Mert hát lássuk be, a futásnak megvannak a maga szépségei, és vannak azok a távok, amiket nyilván mindenki tud élvezni, aki azért fut már egy ideje. De 220 kilométer, az épp észre azt gondol az ember, hogy az nem az a dolog, amit élvezni lehet. Jó estét kívánok én is. Hát ez tényleg egy olyan dolog, ami nem egy hétköznapi, nem egy mindennapi feladat, de én azt gondolom, hogy az ember nem egyből vállalkozik erre, hanem egy idő után tetszik meg neki az ilyesmi kihívás. És én is először úgy kezdtem, hogy jóval kisebb távokat futottam, és aztán egyszer csak megcsináltuk párban egy kedves barátommal. Aztán pedig úgy gondoltam, hogy hát jó lenne ezt egyben is megcsinálni. Volt egyszer egyébként egy ilyen álmom, amikor elkezdtem ezekkel a futás, meg kerékpározás, úszás, ezekkel a sportokkal, a képességi sportokkal foglalkozni, hogy ha már egyszer megcsináltam azt, hogy körbe bicikliztem a Balatont, megcsináltam azt, hogy átúztam a Balatont, azt még gyerekkoromban, hogy akkor jó lenne egyszer körbe is futni. És tulajdonképpen ez így egy ilyen beteljesült álom lett. Most még körbe lehet sétálni, egyébként nem sokára lesz egy ilyen kezdeményezés is, de az több napos, hogy gyakorlatilag a Balaton Camino, hogy körbe sétálják a tavat. Szóval ez, nyilván ez egy nagyon komoly folyamat, és amikor te először futottál nagyobb távot, akkor még nem feltétlenül a 220 kilométer volt ez. De ezzel együtt mennyire különleges ez az életedben? Ugye te egyedül most körbefutottad, teljesítetted a távot, nagyon sokan próbálják, nagyon sokan feladják, nyilván beszélünk majd mindjárt a részletekről. Azért te, mint futó nagykövet, mint évek óta rengeteg nagy futás részvevője, mennyire tartod ezt kiemelt dolognak az életedben? Nekem ez volt a Mount Everestem, tehát nekem ez az a verseny, ami egyelőre az én csúcsom volt. Nem is biztos, hogy kell, hogy legyen tovább. Én nem feltétlenül vagyok az a versenyző, aki vagy az a hegymászó, aki mindig meglát egy újabb, még magasabb csúcsot. Én azt gondolom, hogy talán ennél hosszabb versenyt nem biztos, hogy szeretnék. Most azt gondolom, hogy nem biztos, hogy szeretnék. Inkább azt gondolom, hogy most a rövidebb versenyeket szeretném gyorsabban megcsinálni, vagy akár egyszer majd ezen a versenyen egy picit jobb időeredményt elérni. Na hát azt aztán adjuk is, aki az időeredményt hajszolja 220 kilométeren, de hát tényleg egy egészen különleges emberfajta. Peti, te is próbálkoztál azért egyénileg az elmúlt években, szép számmal voltak ilyen kísérleteid, és megtapasztaltad azt is, hogy milyen akár nem nagyon közel a célhoz feladni, vagy szembesülni a végső korlátokkal, hiszen tényleg ez egy olyan próba, ha már az Everestet említette Dani, ahol az ember nem mindig tehet róla, de egyszer csak elfogy az ég körülötte a levegő. Milyen érzésekkel figyelted most Danit, illetve milyen volt neked célba érni? Én is köszöntöm a nézőket, és szia!
Hát a Danit azt ugye évek óta figyelem, tehát nem csak a mostani versenyen vagy a Balaton körül figyeltem, ugye mi régóta együtt futunk, régóta jól ismerjük egymást, úgyhogy én abszolút vártam azt, hogy ő célba érjen. Nyilván az, hogy milyen idő alatt, azt én nem fogalmaztam meg. Bennem az volt, hogy neki célba kell érnie, és független attól, hogy én is futottam ugye párban, én sokszor gondoltam rá, és egyszer találkoztunk is, ahol ki tudtam kiabálni a kocsiból, amikor én éppen ott mentem el mellette, hogy hajrá, Dani, hajrá, tehát abszolút vele voltam. Hát vannak azok a pillanatok, igen, mint nekem 2012-ben, amikor ez a Balaton 19 kilométerre nem sikerült. Ugye ezt már sokan tudják, akkor nagyon meleg volt az eddigi UB-k történetének a legmelegebb ideje volt. Akkor még ugye június végén, pont a névnapom környékén volt, és olyan közel 40 fok volt mind a két nap hozzáteszem, tehát a szombat-vasárnap. És hát közel a célhoz akkor ugye még Tihanyba kellett futni, Tihanyból indultunk, és alsó őrsön jött nekem az a pont, amikor igazából én akkor fejbe adtam fel. Tehát azt a kétnapos nagyon-nagyon meleget, és az, hogy szintidőn belül nem érek be, nekem ott az egy feladás jelentett, de én úgy gondolom, azóta is sokat gondolkodom rajta, hogy nyilván nek volt oka. Ahogy a hegyről is lehet beszélni, tehát ha nem érünk fel a csúcsra, az nem azt jelenti, hogy utána nem érhetünk fel. Például nekem rá, hogy 2015-ben a hosszabb távon, ami most Dani sikeresen szerepelt, nekem újra sikerült megkerülni a Balaton. Tehát vannak pontok, amikor lehet, hogy annak úgy kell lenni, és ott vége kell, hogy legyen, de az embernek a csúcsok mindig ott vannak, és csak rajta múlik, hogy megy-e tovább legközelebb, és följut-e. Amikor valaki olyan elképesztő mennyiséget fut, mint ti, nem ezen a versenyen, úgy általában az életetek, hiszen nagyon nagy részt azért a futásról szól, akkor azt gondolja magamfajta laikus, aki szintén futogat, de azért nem ekkora a távokat, hogy tényleg nem a fizikai korlátokon múlik. Nyilván van az az extrém teljesítmény, ami lehetetlen, de mondjuk az, hogy lefut-e az ember egy húzamban 12-20-30 órán át egy kitűzött távot, Ez rettenetes erős mentális kérdés elsősorban, mert mondjuk ez az Ultra Balaton, ez nagyjából 5 maratonnak felel meg. Azt mondani, hogy le tudok-e futni egymás után nagyon minimális szüntetek 5 maratont, ez talán nem, még mondom, azoknak az esetében, akik mint ti rengeteget futnak, nem feltétlenül fizikai kérdés. Tehát valahol ezt az egészet gondolom föl kellett építeni magatokba, hogy ezt hogy fogjátok bírni, és hogy mi kell ahhoz, hogy célba érjél. Ez egy nagyon érdekes dolog, és jó, hogy ezt említed, mert tényleg úgy van, hogy az ember szervezet egy idő után eljut odáig, hogy tovább tud menni, de ugye vannak különböző vészjelzések, különböző problémák, amik jelentkeznek szinte minden versenyzőnél. Lehet, hogy a legesleg profibbaknál is, és akik az elején végeznek, még ő náluk is vannak, csak lehet, hogy kisebb problémák. Ezen úrrá kell lenni, tehát meg kell próbálni, megtalálni a megoldást. Ugye ez az egész ultrafutás egy picit arról szól, hogy folyamatos probléma megoldás van, folyamatos monitorozás van, hogy most ettem eleget, ittam eleget, jól lépek, jó a púzusom, nincs melegem, tehát hogy folyamatosan ugye hűteni kell az embernek magát, hogyha meleg van, folyamatosan enni, inni. Ugye ez is egy olyan dolog, ami lehet, hogy a nézők egy részének egy kicsit különös, hogy ugye mi futás közben, tehát futva is eszünk és iszunk, tehát az nem állunk meg ezért, vagy hát nem minden evésért és ivásért állunk meg. Szóval, hogy például vannak problémák a lábbal, hogy akkor egy idő után azért az embernek befálik a lába, akkor felpugl a bőre, akkor kialakulnak vízfolyók, akkor azzal lehet valamit kezdeni. Tehát mindenre vannak megoldási lehetőségek, főleg itt az a kérdés, hogy időben észreveszem-e azt, hogy valami kis gond van. Hogyha viszonylag hamar reagálok azokra a dolgokra, azokra a jelentkező problémákra, amik útközben adódnak, akkor ez nem egy lehetetlen vállalkozás, de akkor is ugye azzal meg kell küzdeni, amivel megint az is egy probléma, amit lehet kezelni, hogy ugye sokáig tart, és ugye az alvás hiány is egy idő után okoz különböző gondokat. Neked mennyi volt a beérkezési időd most? 31 óra, 36 perc. 31 óra, elképesztő. Ez azt jelenti, hogy ugye egy nap meg 7 óra, vagy 7 és fél óra, amit te futással töltöttél. Mennyi volt a leghosszabb pihenő ebben? Vagy volt egyáltalán? Mit lehetett itt pihenésnek nevezni? Hát volt olyan, hogy leültem mondjuk meleg ételt enni, volt olyan, hogy ruhát cseréltem, volt olyan, hogy megálltam
ugye WC miatt volt olyan, hogy átöltöztem, úgyhogy ilyenekre azt néztem, hogy olyan negyed óra volt a legnagyobb idő. És mert ugye van egy limit idő, vagy egy határidő, vagy egy szintidő, amit ugye be kell tartani, de azt gondolja az ember, hogy néha muszáj tényleg adni magatoknak valami kis pihenőt. De azért azt elképesztő valami negyed óra. Tehát, hogy gyakorlatilag nem tudom, futottunk mi is tényleg ott váltóban 11-2-3 kilométereket a leghosszabb etap, amit egy váltóba teljesít az ember, és utána úgy van, hogy tök jó, hogy 5 óra múlva kell majd legközelebb futnom megint. Tehát ezt mondom, hogy ez hétköznapi észre azért nehezen felfogható dolog. És akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy neked szigorúan figyelve a saját tempódra, idődre kellett futni, mert gondolom nagyjából kiszámítottad, hogy milyen tempóval esélyed célba érni. Most ez eléggé matek lett. Volt egy pillanat, amikor egy picit elbizonytalanodtam egyébként sajnos, hogy ez most hogy lesz, mint lesz. Ugye eljött az a pillanat, amikor tavaly föladtam a versenyt, az idő, meg az a távolság, és ott egy picit most is volt egy ilyen holdpont. Ez hol volt? Ez hát olyan 160 kilométer környékén, tavaly olyan 155-ig jutottam, most ez olyan 165-67-nél is volt egy. Már azt megelőzőleg olyan Keszthelynél is volt egy én szerintem, tehát ez érdekes, mert a kísérőm már megírta ezt a történetet egyébként az interneten a blogjával, és hát ő máshogy emlékszik, lehet, hogy kívülről másmilyen volt, mint belülről. Nekem a keszthelyi megállás az egy picit bajosabb volt, tehát ott egy picit fejben nehezebb állapotban voltam. A másik, ami ilyen 160 környékén volt, az talán egy picit inkább kívülről tűnt vészesebbnek, de hál' Istennek mind a kétszer sikerült túljutni ezen a holdponton. Nyilván, ahogy említetted a kísérőt, az ebben segítenek mások, akár egy csapat, akár tényleg egy ember, aki melletted van. Peti pedig ugye párban teljesítette, tehát gyakorlatilag ti eleve osztoztatok a terheken. Milyen érzés úgy futni, vagy mi a nehezebb igaz, amikor te futsz, vagy pedig akkor, vagy amikor a több másikért kell egy kicsit izgulnod, egy kicsit figyelned, mert nyilván ketten csak együtt érhettek célba. Hát ez teljesen így van, egy kicsit azért módosítok az 50-50%-on, amit mondtál, mert én 92 kilométert futottam, tehát a párom vállal többet azért egy jó 30 kilométerrel, de ezt így is beszéltük meg, tehát ez így volt felépítve, és mi három szakaszt vállaltunk ugye fejenként, persze eltérő kilométerekkel. Én kezdtem, akkor ő ugye a logisztikával, tehát a kocsival, és volt ugye két kísérőnk, az ő párja, annak a barátnője, és az én párom, tehát nekünk meg volt egy stábunk is, aki a kocsival ment, és ők állandóan azért ott voltak, a közelünkben voltak. Meg hozzáteszem, hogy mindig volt egy biciklis kísérőnk, tehát nem voltunk egyedül a pályán. Hát persze mindegyikünk izgult a másik miatt, de azt tudni kell, hogy ő is tudta, hogy én mióta futok, milyen távokat teljesítek, és én is tudtam nagyon jól, hogy ő is felkészült, és egy nagyon jó futó. Tehát mi ettől nem féltünk, hogy bármelyikünkkel gond lesz. Nem is volt meghatározva igazából, hogy mennyi idő alatt akarunk mi célba érni. Annak ellenére úgy gondolom, hogy jól sikerült teljesítenünk, mert hogy a két fős váltók, férfi váltók között azt hiszem, hogy 60 induló volt és 18-ak lettünk. Én úgy gondolom, ez így mindenképp jó volt egy ilyen páros csapat esetén. És akkor hogy néz ki valójában, amikor felépítesz előre egy ilyen versenyt? Tehát magadnak milyen időt tűztél ki egyáltalán, és mennyire tudtál figyelni, hogy ezt tudja tartani itt akár a kilométer átlagot tekintve? Én megmondom őszintén, egy órával előbb akartam, vagy az volt a terv, de hát nyilván ebben benne volt bármi, tehát ebben benne volt az is, hogy nagyon szintidő közelivé válik a dolog. Én megmondom őszintén, hogy nem számoltam azzal, hogy hosszabb megállók kellenek, vagy lesznek. Meg hát nem lehet tudni, tehát próbáltam rászámolni bőven, de úgy látszik, hogy egy picit kevesebbet sikerült rászámolni, mint amennyit. Milyen kilométer átlagokat terveztél? Hát én úgy terveztem, hogy az elején az első 50 kilométeren olyan 6 perc 30-al megyek majd, ez egy picit lassabb lett, aztán utána azt terveztem, hogy a felvidéken, a Balaton felvidéken, Káli medencében ott pedig hát ott olyan 8 és fél perc körüli,
lesz majd az eredményem, ott egy picit gyorsabb voltam, aztán 7.30 körül terveztem, szerintem az is egy picit gyorsabb lett, és akkor a végére terveztem megint egy picit gyorsabbat, illetve akkor meg gyorsabbat terveztem, és akkor a vége az meg lassabb. Na azért kérdezem én, mert lehet, hogy ezek a számok azért néhány hallgatónak, nézőnek nem mondanak olyan sokat, de az a lényeg, hogy ugye az ember pontosan tudja, hogy körülbelül ő milyen átlagra képes akkor, hogyha egy nem te átlagos futáson vesz részt. És ott is bizonyosodik az, hogy fejben dől el a dolog, hogy ezekhez a kitűzött időköz hogy tudod tartani magad, mert egy ilyen verseny azért nagyon könnyű elfutni azt, ahol az ember még esetleg frissnek érzi magát, főleg annak, aki egyébként képes is gyorsabban futni. Nem? Tehát nyilván most, akik megnyerik a verseny 19 órás időpontokkal, azokat hagyjuk, mert azok olyan szintű profi és most felkészült futók, igen, hogy ő külön történet, de egy ilyen futó, mint te is, aki simán fut és pontosan tudja, hogy le tudnám mondjuk 6 perc alatt futni az ezret, vagy 5 és fél alatt is, de neki 8 és fél alatt kell, mert különben 100 km múlva vége a dalnak. Tehát, hogy ezeket azért közben folyamatosan kell kontrollálni. Igen, meg ugye, hát amit említettem is, hogy a melegre reagálni, meg a közbeni érzésekre, hogy azért van egy terv, de van egy valóság. Tehát, hogy picit azért, meg tényleg az, hogy én nem számoltam egyáltalán megállókkal, akkor az, hogy végül úgy alakult, hogy úgy döntöttünk, hogy inkább az legyen, hogy a meleg ételeknél inkább mindig leülök, és akkor mindig hengerrel át mozgatom a combomat, az azért szerintem egy jó döntés volt. Most ezt lehet igazából, hát menet közben hengerezni azért nem feltétlenül bős dolog. Szóval, igen. Gyakorlatilag akkor igen, ez a folyamatos kontroll van. Igen. Mekkora a folyadékvesztés? Egyáltalán a testsúlyatokból mennyit veszítettetek ez alatt a 220 kilométer alatt? Én nem mértem meg magamat, de az is biztos, hogy az ember ilyenkor próbál rögtön azonnal, vagy hát ilyen melegben, ami most én úgy gondolom, hogy hirtelen jött megint a meleg, ami mostanában az utóbbi években mindig így van, hogy nem tudunk felkészülni rá, tehát hiába futunk nap mint nap, hetente akár 100-100 kilométer feletti edzéseink vannak, de ha bejön hirtelen a meleg, akkor a szervezetnek ez még kevés idő, hogy felvegye ezt a meleget, hogy akkor is beálljon a szervezet. Tehát én azt éreztem, de szerintem Dani is, meg a többiek is, akik ott voltak, hogy amikor sütött a nap, és mondjuk olyan 10 órától azért délután 5 óráig, 6 óráig, majdnem csak amíg le nem ment, addig azért mindenki több folyadékot vitt be. És tehát magyarul vissza akarta azonnal a szervezet, meg kellett is pótolni, meg ugye a meleg hatására a különböző ásványanyagok is gyorsan, főleg ha valaki izzadékonyabb is, akkor hamarabb ugye a szervezetből távozik, tehát nagyon gyorsan azért pótolni kell, de figyelve arra, hogy ugye túlinni se szabad magát az embernek, ugye. Tehát ezek mind már ilyen gyakorlati tapasztalatok szerintem, hogy egy ilyen melegben mit tudunk tenni, de mindig van az, hogy nem lehet rá 100%-osan felkészülni. Te nem érted, hogy mennyit vesztettél? Én nem értem, abszolút nem értem, nagyon érdekes. Én nem értem magam péntek este, illetve nem péntek délután, mikor elindultam, mert Budapestről indultunk, mert volt közben egy kórusverseny Budapesten. És akkor nem értem magam, 86,3 kg voltam, és amikor hazaértem vasárnap este, akkor is nem értem magam. És 86,3 kilogramm voltam. Én akkor mindenkinek mondhatjuk, hogy szeretné tartani a súlyát, csak körbe kell futni a Balaton gyakorlatilag, és közben lehet enni, inni. De egyébként ez egy jó kérdés, mert egy barátunk, aki szintén párban futott, ő azt mesélte, és egyesületi tagunk, ő azt mesélte, hogy sajnos ő neki annyira nagy problémát okozott a meleg, hogy ő nem érte magát, és rajttól a 70 kilométert futott a tervekkel ellentétben, és ő neki viszont 4 kg súlyvesztése volt ez alatt a 70 km alatt, ami egy nagyon veszélyes szám. Tehát az már egy nagyon kockázatos. Hát az már nehéz pótolni, főleg, hogyha még utána az ember 150 km várna, hogy ha egyéniben ugye futnák körül. Hát ha már a kórust említetted, ugye te a Vox Mirabilis tagjaként énekesi pályafutást is, hogy mondjam, közben így végzel, és ez is egy olyan terület, ahol sokszor lehet veled találkozni. Igen, az érdekelne, hogy a teljes kórus repertoárt végig énekled magadban az Ultra Balaton alatt, vagy pedig vannak kedvencek, mert elképzelni nem tudom, hogy valaki, aki nem hallgat zenét, mondjuk nincs a fülébe, az fejben mit csinál akkor, amikor futja ezeket a 100 km. Én tudom, hogy én azért, mert nekem
megragad egy dallam a fejembe, és gyakorlatilag akár három taktus képes vagyok 20 kilométeren át ismételgetni. Hát neked kicsit gyakorlatilag ott van a kórus irodalom a fejedben, tehát van miből választanod. Ment az a zene a fejemben sokszor, de megmondom őszintén, hogy ez most viccesen fog hangzani, de most nem volt időm túl sokat feltenni ezeket az albumokat. Nincs reggel hosszú művek. Mert nem, hanem hogy tényleg annyira nagy koncentrációt igényelt az, hogy az ember folyamatosan monitorozza magát, hogy meg beszélgettem a segítőmmel is, úgyhogy jól végigbeszélgettük igazából az elejét, utána meg volt egy másik barátom, aki meg futva kísért a 150. kilométert a Balatonmária fürdőtől a célig, és akkor utána meg ővel beszélgettünk, tehát igazából egyrészt a folyamatos controlling, másrészt meg a beszélgetés igazából nem. És a beszélgetés nem viszi akkor az energiát ezek szerint. Nálunk nem. Vagy már nem. Peti, veled lehet, igen, jó dumálni. Fociról is mindenről. Igen. Na most sokat beszélgettünk, mi ugye csapatban futottuk, és tényleg azt a részét, amit az elején mondtam, a közösségi élményt élveztük ki, azzal együtt, hogy itt is volt azért, aki nyilván meghalt egy kicsit, például én épp a Káli medencében délután 3 órakor, hogy amikor látunk egyéni futókat, és sokszor előfordult éjszaka hajnalban már, hogy gyakorlatilag tényleg ilyen önmaga árnyékaként zombi üzemmódban lépegető embereket, akikről egyébként világosan látszik, hogy nem fognak célba érni, mert az utolsó erejükkel vannak épp elkészülve, akkor azért mindig az első reakció, hogy tényleg ez őrület, ezt miért csinálja valaki. Nyilván ti is sokszor szembesültök ilyen kérdéssel, mert hát tényleg miért nem elég futni egy maratont, vagy kettőt, vagy csapatban vállalni mondjuk 60-70 kilométert. Miért kell egyénileg körbe megtenni egy ekkora távot? Hogy viszonyultok ezekhez a kérdésekhez? Van erre valamiféle exakt válasz, hogy filozófiája van ennek? Egyszerűen csak a kihívásokat szereti az ember, vagy nem lehet megállni egy idő után? Mivel lehetne azt megmagyarázni valakinek, aki nem érti, hogy miért fut valaki 220 kilométert egy húzamban? Szerintem én sem tudom, hogy miért futottam először 2009-ben egy teljes Balatonkört, amikor futhattam volna csapatba is, a mai napig is. Ugye az első 2 évben csapatban voltam, fehérvári csapatban, és akkor utána egyszerűen csak úgy jött igazából. Tehát én még azt sem mondhatom, mint Dani, hogy mondjuk előtte én már párba futottam. Én most pótoltam be azt szerintem, amit 2009 előtt kellett volna, most viccesen. Tehát nem volt ilyen. Nyilván én is készültem a versenyre, de ilyen gondolatok úgy nem voltak. Tehát igazából csak eldőlt bennem, hogy én nekiállok és megkerülöm a Balatont. De az tény, hogy azóta is keresem a választ, hogy egyáltalán ezt hogyan lehet megtenni. Tehát hiába futottam le 2-szer, vagy majdnem 3-szor, a mai napig nem tudok választ adni arra a saját kérdésemre önmagam felé, hogy ezt hogyan lehet. Tehát, hogy mert kocsival végigmenni is irtózatosan sok idő. És akkor itt teszünk egy pontot. Én nekem van ehhez egy nagyon érdekes történetem. Én nem csak ilyen ultrákat futok, hanem hosszú távú triatlon versenyeken is néha részt veszek, illetve féltávú versenyeken is, de volt már velem olyan, hogy egy 18 kilométeres időfutam, biciklis időfutam verseny közben gondoltam azt féltávnál, hogy akkor most leszállok a bicikliről, hazamegyek és eladom a biciklit, és soha többet sem. Na most ez az Ultra Balaton alatt is megfogalmazódott bennem a 130. kilométernél, hogy én ide többet nem jövök, és ezt nem fogom tudni befejezni. De azt mondja, de egy átlag futónak ez a maratonnak a felénél fogalmazódik, vagy 30. kilométernél, de nem egy 220-nál. Tehát a 18 kilométeres időfutam verseny az azt jelenti, hogy a 17. percben történik. Tehát, hogy ez szerintem ez ilyen érdekes dolog, hogy attól független, hogy az ember közben megbánja esetleg, attól függetlenül ez egy szerelem, és ezt nem lehet abba hagyni. Hát láttam a végét, van itt egy szalag, amin ugye a te neved áll, amit kifeszítettek akkor, amikor célba értél, és tudjuk mutatni. És láttam azért az arcodat, láttam a kisgyermekedet a kezeden, és azt, hogy a család és a barátok ott vártak. Hát nem kérdés, hogy ez egy katarzis, és gondolom ott aztán nem merül fel, hogy megérte ez az egész. Hogyan emlékszel erre a befutóra? Nagyon érdekes volt, én nekem
ami borzasztóan jól esett, hogy több barátom elém futott már jóval, most nagyon hosszú kilométerekkel, vagy nem elém futott, de elém jöttek, és voltak olyanok, akik tizen sok kilométert együtt tettek meg velem, pedig hát az már tényleg olyan nagyon lassú tempó volt, hogy tényleg valószínűleg a számukra egy eléggé nagy megerőltetés volt, de azért, mert hogy annyira lassú. Illetve eljött a második szomszédom is, akikkel együtt, meg egy barátja, akikkel együtt szoktunk futni szerda esténként, szóval, hogy én nagyon-nagyon meg voltam hatva amiatt, mert hogy ők velem tartottak, meg azért, hogy tényleg a biciklis kísérőm már harmadszor jött velem, és most végre tényleg visszajutottunk oda, ahonnan elindultunk, meg hogy ott van a feleségem, ott van a gyermekem, ott volt édesanyám, úgyhogy hát ezeken persze az ember abszolút elérzékenyül, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon nagy élmény volt. Hát szépen gratulálunk hozzá, gondolom Petinek is azért maga a befutás azzal együtt, hogy te gyakorlatilag rutinus ultrafutó vagy, mindig ad egyfajta pluszt. Az biztos, de én is most inkább egy kicsit a család felé kanyarodnék, mert nekem meg a fiam most jutott először Ultra Balaton váltócsapatban, úgyhogy ez nekem egy óriási dolog volt, hogy a rajt előtt, ő előbb indult, mint én, tehát egy olyan 20 perccel, nem értem utol hozzá, teszem az első 12 kilométert, ő futott az első szakasz, talán annyi volt 11-12. Így van rendjén. Én 20 perccel később indultam, nem értem utol, úgyhogy ez egy jó érzés. De természetesen végig a Balaton körül telefonon keresztül tartottuk a kapcsolatot, mondhatni volt olyan hely fönt Dörgicsén, ahol a testvérem, a család is odajött szurkolni, és a Bálint is ott volt, tehát hogy még a család is találkozott és szurkoltak a Bálintnak, meg nekem, meg nyilván minden futónak, aki ott áthaladt. Úgyhogy nekem is ez így családilag ez egy nagyon jó érzés volt, de hát nyilván én úgy gondolom, hogy a legelső célba érkezés, mint a Daninál is így, hogy ott vannak tehát ott a család, a kislány, a felesége és a barátai, az ez egy óriási dolog, ami mindig megmarad. És gratulálok még egyszer, meg sokadszor. Hát naiv kérdés lenne, hogy akkor mikor futtok legközelebb, mert szerintem azóta is futottatok, legalábbis nehezen tudom elkezdeni. Petivel viccelődtünk, mikor hívtam telefonon délelőtt, hogy talán már el is felejtett, hogy volt egy Ultra Balaton a múlt hétvégén, meg gondolom azóta teljesített néhány másikat, mert hát ő ilyen őrül, tényleg elmegy két nap egymás után akár lefutni. De valami regenerálódás azért csak kell, tehát hogy most mikor várható valami újabb nagy vállalkozás? Én még nem futottam azóta, megmondom őszintén, hogy nekem a vízfolyagok azok még egy picit velem maradtak, így emlékeztetőül, úgyhogy én ma este lehet, hogy egy pár kilométert elmegyek ezekkel a szomszédaimmal, mert a tegnapi az nekik is elmaradt, mert megijedtek a vihartól, és hogyha most kegyes lesz hozzánk az idő, akkor elmegyünk és bepótoljuk a tegnapit, de hogy mi lesz a következő, én nekem lesz majd ez most a fehérvári olimpiai távú triatlon versenyre be vagyok nevezve, úgyhogy oda elmegyek, hát ott még azért messze nem leszek 100%-os állapotban, de megpróbálok azért egy megfelelő időt, valami kis, nyilván nem olyat, mint amit tudok ezen a távon, de hát azért valami tisztes helytállást megpróbálok produkálni. És kezdhelyem lesz majd júniusban egy másik ilyen középtávú triatlon verseny, és hát akkor Nagyatádon meg majd a Ironman táv. Hát az is csak egy új gyakorlat ezek után. Azért sose lehet, azt nem szabad mondani. Köszönöm szépen. Egyébként azt akartam javasolni, hogy van Bauer Tibi kollégánk, aki most itt közreműködik a felvételen is. Ő általában hetente egyszer elmegy és körbe tekeri a Balaton biciklivel, csak így rutinosan. Rutinszerűen reggel megy és délután már haza is ér, hogy esetleg egyszer elkísértiteket, csak majd össze kell hangolnia. Csinálunk egy médiacentrum futó kerékpáros csapatot. Jó? Köszönöm, hogy itt voltatok, és gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek pedig azt mondani, hogy futni azért jó akkor is, hogyha az ember nem fut 200 kilométert egyhuzamban, úgyhogy próbálják ki minél többen, hát ha egyszer aztán megadatik ez a fajta katarzis is. További szép estét kívánok!